Szép jó estét kívánok! Ünnepi beszélgetésünk sorában a Város Távhőszolgáltató cége, a Szép hő ZRT vezérigazgatója a Ákos a vendégünk. Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Viztette, köszöntöm! Rendkívül fontos számunkra, hiszen télvíz idején a legjobb azért a fűtött meleg lakásban, és hát ezt viszont azt teszi lehetővé, hogy folyamatosan fejlődik, épül a szép hő. Erről fogunk beszélgetni, hiszen a házak szigetelése, a, a spórolós hely az nagyon-nagyon fontos. No, először is az átalakítás, hiszen a királysori telephelyről kell, hogy beszéljünk, hiszen elköltöznek a kazánok. Mit tette ezt szükséges, és hol tart ez a folyamat? Az elmúlt évben, 2016 az önkormányzat hozott egy döntést, miszerint a, a királysor kitelepítése, ami egy, mondjuk azt, hogy egy belvárosi terület, a szükségessé vált az ottani kibocsátásnak a megszüntetése. Ott a, az ottani kazánok azok már igencsak korosak, tehát a 60-as, 70-es, 80-as években épültek, mindenképpen kellene rájuk fordítanunk, tehát mindenképpen valamit kellene velük csinálni, felújítanunk. Ennek egy egyszerűbb megoldása az, hogy ha nem ezen a telephelyen költünk rájuk, hanem egy új és decentralizált fűtési rendszert hozunk létre, tehát ez azt jelenti, hogy nem egy nagy hőtermelő egységet hozunk létre a városban, hanem több pontján a városnak létesítünk kisebb hőtermelő egységeket, és ezzel ki tudjuk váltani a királysori telephelynek a kapacitását. Jelenleg ott tart a projekt, hogy Két darab új 20 megawattos kondenzációs kazán került be üzemelésre a Bakony utcában. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a Bakony utcai kapacitásunk az már kazán oldalon eléri a 60 megawattot, és emellett van még ott 6 darab 3 megawattos gázmotorunk, tehát az is közel majdnem 20 megawattnyi hőt termel és még a 2017-es évben a Szedreskerti Kazánházunk is felújításra került, átalakításra került. Ott volt korábban három darab régi kazán, még a 70-es években épültek azok. Ezeket kibontottuk, elbontottuk, és most ez első valósult meg, aminek eredményeként a kazánházra került felújításra új borítást, hangszigetelést kapott, és a belső gépészetet alakítottuk át teljesen, és egy darab öt megavattos kazánt telepítettünk oda. Még egy pillanatra a költözésről térjünk vissza, hiszen az, hogy a központosított egy kazán helyett több van, az egyik oldalról nyilván szolgálja az üzembiztonságot is, másik oldalról pedig, hát ez az európai trend. Igen, mindenképpen arra törekedtünk korábban is már, hogy megvalósítsuk eleve a hálózaton a, a többirányú betáplálást, tehát hogyha az egyik szakaszon probléma adódik esetleg a távvezetéken, akkor tudjunk másik irányból fűtést biztosítani de ez kiegészül azzal valóban, hogyha több helyen tudjuk a hőt is betáplálni, akkor bárhol probléma adódik a rendszeren, akkor kisebb annak a kockázata, hogy esetleg fűtés vagy használati melegvíz nélkül maradjon bárki is. Mikorra tehető a teljes kiköltözés, hiszen nyilván ez egy folyamat? Igen, ez a folyamatnak a része, amit most megvalósítottunk, korábban épült már egy 20 megawattos kazán a Bakony utcában, és hát úgy tervezzük, hogy legkésőbb 2022-ig szeretnénk kiköltözni teljes mértékben a királysúly telephelyről, de ennek a, a telephely elhagyás ez folyamatos, és ezt ott érzékelhetik majd a, a környéken lakók, hogy a kibocsátás, tehát a füst az sokkal, de sokkal kevesebb lesz, amit, amit kibocsátunk lévén. Most már nem a királysoron fogjuk a, a szükséges hőnek a nagy részét megtermelni, hanem a Bakony utcában, Tóvároson. Milyen forrásból lehet megvalósítani ezt a tervet, illetve hát ugye ez egy működő terv már, hiszen ez a legfontosabb. Az önkormányzat biztosította ehhez a forrást. tehát abban a, a határozatában, amiben a királysor kitelepítéséről döntött, abban a határozatában egyben a forrást is biztosította, de a 2017-es évben még a Szép és Haját Önerőből tudta ezt, ezt megvalósítani, illetve pályázunk is, folyamatban van egy pályázatunk szeretnénk pályázati forrást is bevonni ebbe. Tehát 2022-ig ezt levezénylik. A reményeink szerint, a jelenlegi állás szerint és a jelenlegi ütemezés szerint igen. Nos, beszéljünk a házak szigeteléséről. Mindenki egy kicsit óckodott tőle, nem tudta, hogy jó lesz -e vagy sem. Én magam lakótelepen lakó lévén, és a, ismerem a környezetemben élők véleményét is, azt hiszem, hogy egy remek megoldás volt. Ennél jobb nem létezik ugyanis, ha már egyszer lakótelepre szükség van. Igen, ezeknek a, az épületeknek, a, főleg itt a panellakásokról lévén szó, azért elég picia a felületek, a külső felületek, tehát nagyon kompaktak ezek az épületek, ezért a szigetelésük azért sokat jelentett abban, hogy a, a költségeket lehessen csökkenteni, és kevesebb energiával kifűthetők legyenek. Ez elég nagy számban megvalósult Fehérváron, tehát viszonylag kevés az az épület, ahol még nem történt semmilyen átalakítás, és ezt kiegészítve a nyilázáró cserékkel, illetve a belső fűtési rendszer átalakításával, illetve a kapcsolt épületeket, tehát azon épületeket, amiket egy központi hőközpontból láttunk el, több épületet, azokat szétválasztottuk az elmúlt időszakban. Így mondhatom azt, hogy 2010-re gyakorlatilag majdnem 30%-kal csökkent a fűtési célú energiafelhasználás. Tehát ez árérték arányban is nagyon sokat jelent Igen, egyik oldalról, Igen. Más, másrészt pedig így azért megszépültek maguk az épületek, és folytatódik ez a folyamat. Én most nem tudok jelenleg olyan pályázatról, ami ezt lehetővé tenni, hogy ezek is pályázati pénzből valósultak meg. Tehát nem tudom, hogy lesz-e erre kiírás a jövőben. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen lenne értelme. Bár az is tény, és ezt sok szakértő megerősítette, hogy a legnagyobb hőveszteséget azt a családi házak, a régen épült családi házak jelentik, ahol nagy felületek vannak és azoknak a szigetelése az sokkal többet tudna fajlagosan hozni, mint adott esetben az ilyen több épületeké. Arra egyébként létezik megoldás, vagy azt ön erőből kell megoldani? Jelenleg ön erőből. Tehát ilyen alkalmi megoldások vannak, de igazándiból olyan pályázat, amivel ezeket a házakatnak e a szigetelését központilag lehetne támogatni és megoldani, én ilyenről nem tudok. Ha kell, hogy szó a Havranek utcában a magas épületről, látjuk az eladó táblát, és ugye ez a szép hő tulajdonában van. Mi lesz a sorsa azon felül, hogy szeretnék eladni? A lakók sorsa elsősorban, hiszen ott 40 bérlakás van, és gondolom, hogy egy romános megoldás született azzal, hogy, hogy várnak a kiköltöztetéssel. Igyekeztünk időben tájékoztatni a lakókat. Igazán a Havranák utcai bérlakásunkat azért értékesítjük, illetve azért döntöttünk így, hogy értékesítjük, mert forrásra van szükségünk a királysor kitelepítéséhez, és ez a, a bevétel is azt tudja biztosítani számunkra, hogy a, a rendelkezésre álljanak azok a források, amik kellenek az új létesítményekhez. A szerződésünkhöz képest is igyekeztünk, úgy eljárni, hogy korábban értesítettük a lakókat, tehát nem a, a szerződésben kikötött 60 nappal előtte mondtunk föl a bérleti szerződéseket, hanem hanem még egy hónapot rátéve igyekeztünk tájékoztatni mindenkit, hogy ez lesz a következő lépés. Számos kérdést kapunk azzal kapcsolatban, hogy miért télen csináljuk mindezt. Ennek nagyon egyszerű a válasz. Ekkor van az építőiparnak kapacitása. Mert a belső rendszeren is végzünk egy átalakítást, távfőre kapcsoljuk a, a Havanák utca egyet, és ki a belső rendszert is ezért át kell csövezni. Radiátoros fűtést létesítünk, egy magasabb komfortfokozatot biztosítunk a későbbi használók számára, és ott a nyilázárókat is cseréljük, és ahhoz, hogy különösen is a belső fűtési rendszer átalakítását el tudjuk végezni, ehhez mindenképpen szükség volt arra, hogy olyan időszakot találjunk, amikor az építőiparnak erre van kapacitása. A Fehérvár magazinban is feltűnt, Fehérvár figyelem, szép hő a déneten elszámla. Azt hiszem, hogy ez már a jövő, a 21. század mindenféle értelme. Miért döntöttek így, és mit várnak ettől az intézkedéstől? Régóta a, van már elszámlánk, tehát elektronikus számlát kérhettek már korábban is az ügyfeleink, de úgy gondoljuk, hogy a, a, az mutat előre, hogyha ha azok számára, akik használják a számítógépet és használják az informatikában rejlő lehetőségeket, már pedig egyre többen vannak a fiatalabb generációk mindenképpen, de az idősebb generáció is egyre inkább otthonosan mozog az informatika világában, és az ő számukra is szeretnénk lehetőséget biztosítani azzal, hogy azokat a számlákat, amiket mi kibocsátunk, egyrészt ne kelljen papíralapon megkapniuk, ne kelljen papírtárolni, hanem egyszerűen akár a dínet rendszeren keresztül is pár tudják kezelni, befizetni, és számukra is ez egy, ez egy kényelmi szolgáltatás. A mi oldalunkon pedig ennek megvan az az előnye, hogy nekünk se kell 22-23 ezer számlát kinyomtatni havonta. Mindenképpen ez a jövő útja, nincs kétségem felőle. Viszont ha már a jövőről beszélünk, a, a jelenről, milyen energetikai szempontból Székesfehérvár, ha arányosítunk, tehát ha megnézünk hasonló városokat, Szegedet, Pécset, mi a helyzet nálunk? A táfő oldaláról tudnám megközelíteni. A távfőben a, a jelenleg a távfő vezetékeknek az állapota az Fehérváron elég jó. Tehát nálunk is viszonylag sok a, a 30-40 éves szakasz ami cseréjérettek és cserére kellene, hogy kerüljenek, ugyanígy a hőközpontjainknál is a, a korosabb a hőközpontok, de ahhoz a többi távhőszolgáltatóhoz képest ebben még mindig jóval-jóval előbbre járunk. Ez ugye jelenti energetikai oldalon az, hogy korszerű vezetékek vannak a, a föld alatt, az idén is több mint egy kilométernyi nyomvonalon fektettünk vezetékeket, ezek már előre szigetelt vezetékek, jó hőszigetelő képességgel rendelkeznek. Folyamatosan felújtjuk cseréljük a hőközpontjainkat, ahol megint csak odafigyelünk arra, hogy hogy az energetikában a lehető legkorszerűbb megoldásokat alkalmazzuk. Az azt jelenti, hogy ez a része, ez, ebben úgy gondolom, hogy fehérvár az élmezőnybe tartozik. A hőtermelő oldalon is, amint megvalósul a királysor kitelepítése, abban az esetben azt mondhatom, hogy nagyon korszerű berendezéseink lesznek. Tehát ma a gáz oldalon, a gázkazánok piacán elérhető legkorszerűbbek. Ugye kondenzációs berendezésekről beszélünk, ahol a, a füstgázból is visszanyerjük a, azt a hőt, amit még lehetséges. Amiben Fehérvár talán jelen pillanatban elmarad a többi várostól, az a zöld energiának a hasznosítása. Erre is van tervünk, egy biomassa kazán, illetve két biomassa kazán létesítésére a bakonyutcában, de ennek olyan magasak jelenleg a beruházási költségei, hogy az ehhez szükséges forrásokat azt még, még keressük. Nos, ha már itt tartunk, akkor nyilván ennek tükrében a kulcs szó az innováció a távhőszolgáltatásban is. Tehát amikor az energetikai jövőképről beszélünk, ugye ön a biomasszát, az zöld biomasszát már említette, milyen esztendők várnak ránk? Mi kéne ahhoz, hogy ön első számú vezetőként is elégedett legyen a fejlesztésekkel? Én úgy gondolom, hogy mondhatom azt, hogy már most is elégedett vagyok, mert nagyon jónak látom az irányt. Tehát az, hogy fejlődhetünk, az, hogy, hogy van jövőképünk, és előre tudunk haladni, és minden évben elmondhatjuk azt, hogy, hogy az energetikában, az energiamegtakarításban, megtakarításban, a környezetvédelemben egy kicsivel előbbre jutottunk, ezt én mindenképpen olyan dolognak tartom, ami számomra is siker, és én örülök neki, és én nagyon bízom benne, hogy ez nem fog megállni ez a folyamat. Tehát hiába jutunk el egy új hőtermelő bázisig, hiába újítjuk fel a vezetékeinket, én gondolom, hogy mindig lesz mit tenni. Most egyelőre azt látom, hogy az elkövetkezendő évek legnagyobb projektje az a királysornak a kitelepítése lesz, de úgy gondolom, hogy utána is tovább kell lépnünk, és biztos, hogy új, újabb és újabb fejlesztéseket kell elindítanunk, akár a villamos energiatermelésben. Ha a villamos energia termelésre visszatérünk, akkor ez mindenképpen kiemelt feladat lesz a 20 évektől. Hiszen én azt olvasom, hogy ez is egy alap, a talpontja az egész történetnek. Azzal, hogy megépül Paks 2, Véleményem szerint a villamosenergiának a szerepe fel fog értékelődni. Plusz ugye máshol ne beszéljünk mondjuk a villanyautók megjelenéséről és térhódításáról. Tehát nagyobb mértékben lesz szükség villamos villamosenergiára. Innentől kezdve azok a villamosenergia termelő egységek, amik nálunk is vannak, ugye itt a gázmotorjainkra gondolok, azoknak a szerepe is, is fel fog szerintem értékelődni a jövőben, mert a zöld energia mellé hogyha most napenergiára vagy szélenergiára gondolok, ott mindenképpen jelen pillanatban a tárolás megoldatlanság vagy a tárolás nehézségei miatt szükség van mögé egy hagyományos bázisú villamos termelésre is, hogyha nem fúj a szél, nem süt a nap, akkor is legyen valami, ami villamos energiát termel és ezekben a kiegyenlítetlenségekben, illetve ahol a kiegyenlítésre szükség van az áramingadozásokban, az igényeknek az ingadozásában, ebben én úgy gondolom, hogy a villamos energiát termelő gázmotorjainknak a jövőben igenis nagy szerepe lesz. És így van is PAKS 2 is, és ebből nyilván nem lehet politikai kérdést csinálni, mert ez sokkal inkább gazdasági kérdés, mindannyiunk érdekel, hogy tetszik. Mint ahogy az energiahordozói struktúra jelenlegi helyzete is megnyugtató milyen esztendőt zártak a munkatársaival, hiszen itt nagyon-nagyon fontos, hiszen egy olyan csapat az öné, akik jóban, rosszban, de hát ahogy hallhattuk, inkább jóban, de mindent az azért, hogy a székesfehérváriak például most, vagy itt a stúdióban, jó melegben, tisztességben tudjanak adventre készülni. Tartottunk egy évzáró rendezvényt, és föltettem a kollégáknak azt a kérdést, hogy ki az, aki úgy érzi kifejezetten munkahelyi szempontból, hogy a 2017-es év az sikeres volt a számára. És én arra számítottam, hogy a többség azt fogja mondani, hogy sikeres volt, kisebb része azt, hogy nem volt sikeres, és az a megdöbbentő élményem volt, hogy Valóban a többség azt mondta, hogy sikeres volt, de amikor megkérdeztem, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy nem volt annyira sikeres, hogy senki nem tette fel a kezét. Ugye számomra ez a ez nagyon meglepő dolog volt. Én remélem, hogy őszinte volt a visszajelzésük, és nem arról szólt, hogy az első számú vezető megkérdezett valamit, és erre volt egy helyes válasz, amire ők megfogalmaztak. Én nagyon bízom benne, hogy valóban így élik meg a kollégáim is, hogy amit tettünk, azt közösen tettük, ami feladat volt előttünk, azt közösen próbáltuk megoldani. Mindent kihívásként igyekeztünk megélni, nem problémaként, és így csapatban tudtuk megvalósítani, amit, amit megtettünk 2017-ben. És milyen volt a csapatvezető 2017-es esztendeje? Én a magam részéről úgy gondolom, hogy pozitív, főleg azért, mert, mert nagyon erőteljesen éreztem mögöttem a kollégáimnak a támogatását. Tehát megélhettem azt, hogy, hogy nem bár vezető vagyok, de nem, mint vezető kellett egy személyben érvényesülnöm, hanem, hanem tényleg rengeteg dolgozó, rengeteg apró, kis hozzáadott értéke, vagy nagyobb hozzáadott értéke volt az, amiből kikerekedett a szép hő egész éves teljesítménye. Nos, igen, az én személyes tapasztalatom, hogy így gondolják a székesférváriak is, hogy jó. Székesférvárinak lenni, és ez annak köszönhető, hogy jó szép hősnek lenni, és sorolhatnám, hogy mely vállalatok vezetői beszéltek hasonló pozitív élményekről. Úgyhogy én áldott békés karácsonyt kívánok önnek, családjának, valamennyi szép hős dolgozónak szükségünk van önökre. Úgyhogy minden jót kívánok. Nagyon szépen köszönöm, én is áldott ünnepeket kívánok. Kedves nézőink, évérték előtt láttak, vendégem Szauta Rákos, a Széphőzi vezérigazgatója volt, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!